nagyon sok évi munka után egy helyi önkormányzatokra és társulásukra alapuló, majd az Európai Bizottság részbeni finanszírozásával összejött projektre kialakítottunk egy konszenzuson alapuló díjrendszert. És ez a díjrendszer egyébként fedezte a mindennapi működést, fedezte a nem kis mennyiségű és mértékű fejlesztési tartalékokat. És arra kérem önöket, hogy csendben a 109 település 285 ezer embernek szolgáltatott elszállítás jelképeként helyezzük el a konténerbe a települések nevével jelzett hulladékot. Azzal, hogy a tulajdonosunktól elkerült a díjmegállapítási joga, tehát az önkormányzatoktól ez kikerült, egy egészen új árhatósági rendszerbe került, majd jöttek sorba az új terhek, ezek a elektronikus útdíjtól kezdve a felügyeleti díjon át, a tranzakciós adón keresztül a hulladéklerakási járulékig, majd ezt követően még beérkezett a rendszerbe egy 10%-os rezsidíjcsökkentés is. Gyakorlatilag a befagyasztott díjakon ezt a szolgáltatást nem csak ezen a színvonalon, hanem már önmagában fenntartani is lehetetlen. Hát a probléma itt ugye, mint általában egy családnál is, ami szokott lenni, hogyha a bevételek nem úgy jönnek be, mint a kiadások, tehát több lesz a kiadási oldalon, akkor előbb-utóbb úgyis problémák fognak keletkezni. Ez a mi meglátásunk szerint is itt is így történt. Nem veszik észre azt, hogy tönkre megy egy olyan cég, amelyik sok-sok ember nagy lelkével, nagy szívével és sok-sok munkájából lett összerakva. Ugyanúgy kijárunk begyűjteni a hulladékot, mint ahogy eddig is, de ugye ez már ugye hónapok óta szó volt így erről, így a főnökeiktől hallottuk ezeket, hogy már itt anyagi problémákkal küzd a cég, és nem biztos, hogy ezt nagyon túl sokáig fogja tudni folytatni ezt a szolgáltatást. Elmúlt időszakban nem keveset küzdöttünk azért, hogy ezen a szinten tudjunk szolgáltatni úgy, hogy vállaltuk az arcunkat. Önökkel együtt, az utcán, a hétköznapokban, a közéletben és a viták során. Mi továbbra is vállaljuk az arcunkat. A szakmát tisztelve látjuk el a munkánkat. És valahogy bekerültünk egy olyan kalapba, ahol a közszolgáltató az csak valami gonosz mumus lehet, aki... És hát köztulajdonúként kerültünk ebbe a kalapba. Ezért volt ez a mai, én azt gondolom. Szeretnénk felhívni a figyelmet rá, hogy ez így nem megy tovább. Kérjük az illetékeseket és nyilván a kormány megfelelő képviselőit, hogy gondoskodjanak arról. Javaslatunk az, hogy a költségek csökkentésével, a terhek csökkentésével, hogy biztosítani tudjuk a szolgáltatást ebben a térségben. Mi addig csináljuk, amíg azt nem mondják, hogy most már itt a vége. De azt reméljük, hogy az nem fog elkövetkezni, vagy bekövetkezni. Igazából ez már egy ilyen segélykiáltás.